Az ünnepség a falu főterén kezdődött, ahol a Kárász Karolina általános iskola diákjai bemutatták a kis Jézus születését, karácsonyi dalok is felcsendültek. Berényi Martin az egyik pásztort alakította a betlehemezés során. Először, mikor ezt kikapjuttuk, nagyon örültem, hogy egy ilyen eseménybe szerepelhetek, és ennyi. És hogyan ünnepitek a karácsonyt otthon? Otthon karácsonyfát díszítünk, sok mézes kalácsot sütünk, összegyűl az egész család egy nagy vacsorára. Az ünnepség a helyi óvodában folytatódott. Az óvónők az idén már 5. alkalommal szervezték meg a jótékonysági kirakodóvásárt a Horgosi Napraforgó óvodában. Az itt összegyűlt összeget az óvoda karbantartására, felújítására fordítják. Minden évben igyekszünk olyan kézműves programokkal előrukkolni a szülők számára, amelyeket a gyerekekkel közreműködve tudunk megvalósítani, de mindez mellett természetesen olyan portékákkal is készülünk, amelyek esetleg nem gyermek nevéhez kapcsolódóak, hogy azok a horgosi polgárok, akiknek a gyerekei már nem járnak az óvodába, ők is tudjanak választani. Az este további részében a közönség a helyi művelődési házban tekinthette meg a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény és a Bartók Béla Művelődési Egyesület fellépőit. Az egész közösség megmozdult, összefogott, az iskola, az óvoda, a kultúra egyesület és a borászok, cserkészek, tehát minden civil szervezet. Ugye 20 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtük ezt a kezdeményezést a kultúra egyesületben, hogy egy karácsonyi műsort szervezzünk, ez idáig nőtte ki magát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép példa, hogy a mindennapi életünkben félre tudjuk tenni azokat a problémákat, amikkel jár az, és most egy kicsit meg tudunk pihenni, össze tudunk fogni, és közösen tudjuk ünnepelni, illetve várni az elkövetkezendő ünnepeket. A hideg időre felkészülve egész este forralt bor és forró tea várta a kilátogató érdeklődőket.